Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az első országos nyugdíjas parlament minden küldöttjét, minden képviselőjét. Nagyszerű és fantasztikus dolognak tartom, hogy az elmúlt hetekben Magyarország minden megyéjében több ezer nyugdíjas összeült, beszélt a jövőről, és nagyon sok javaslattal küldte önöket ide ma az ország házában. Bízom benne, hogy ezzel a mai nappal egy hosszú éveken keresztül jól működő nyugdíjas parlamentet tudunk létrehozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az elmúlt két hónapban én is Magyarország minden megyében megfordultam, hogy bemutassam az új igazságosságra és egyenlőségre épülő programunkat. És bármerre jártam az országban, azt tapasztaltam, hogy az elégedetlenség egyre nagyobb. Az emberek mind kiszolgáltatottabbak a rendszernek, és sokan egyre kevésbé bíznak abban, hogy a mai politika, mai politikusok majd megoldást nyújtanak számukra. Sokan sajnos már lemondtak arról, hogy változást érhetünk el, sokan lemondtak arról, hogy közös erővel képesek leszünk Magyarországot egy igazságosabb országgá tenni. Hölgyeim és Uraim, érdekes módon kevésbé az idősek, inkább a fiatalok mondják ezt. Az idősebbek ugyanis megértek már itt néhány változást, tudják, hogy minden lehetséges, hogy az öröknek gondolt rezsimeknek is hirtelen vége szakad. Én soha nem értettem egyet azzal, amikor egy pártot azzal minősítenek, hogy szimpatizánsai inkább idősebbek. Egy idősebb ember azon túl, hogy akár évtizedekig véleménye lehet még az országról, ahogy mondani szokták, látott már karon varjút. Látott már radikális fiatal politikust milliárdos oligarchává válni, látta már a szabadság legnagyobb hirdetőjét zsarnokká fejlődni. Egy idősebb ember véleményében, szavazatában évtizedes tapasztalata is ott van, őt már nem könnyű megvezetni. Ezért is szeretném, ha minél több olyan ember állna új a társadalmi igazságosságot hirdető programom mögé, aki megért már egy-két kormányváltást, sőt, rendszerváltást is, bár viszonylag fiatal vagyok, most már erősen csak viszonylag. Mégis szeretném, ha minél több tapasztalt polgár mondaná azt, igen, az MSZP megújuló programja, Botka László programja figyelemre méltó. Hölgyeim és Uraim, országjárásom során azt is tapasztaltam, hogy nem csak a reménytelenség és a kiábrándultság egyre nagyobb. Az emberek félnek. Félnek a holnaptól, félnek attól, hogy mit hoz majd a jövő. Magyarországon több millióan mindennapi megélhetési problémákkal küzdenek. Az idei, rendkívül hideg télen számtalan egyedülálló idős ember került életveszélyes helyzetbe amiatt, hogy nem tudta kifűteni otthonát, a jó idő beálltával pedig újra azért kell aggódnia több százezer nyugdíjasnak, hogy a hónap végén ennivalót vagy gyógyszert vegyem. Magyarországon közel 100 000 embernek alig vagy el sem éri a nyugdíja az 50 000 forintot. Az idősek több mint fele pedig kevesebb, mint 100 000 forintot kap havonta az államtól. Ez azt jelenti, hogy létminimumhoz közeli összeg jut nekik, vagyis Magyarországon ma több mint 1 millió nyugdíjas szegénységben él. Ez így nem mehet tovább. Elfogadhatatlan, hogy az állam nem nyújt segítséget azoknak, akik egy életen át kemény munkával keresték meg a kegyerüket. Elfogadhatatlan, hogy az öregségi nyugdíj minimum 9 éve változatlanul 2850 forint. Miközben 28.500 forint, miközben, és ez a lényeg, már 30 év munkaviszony után Szlovákiában ez 80 000 forint. Mégis mihez kezdjen az ember 28.500 forinttal? De ami még felháborítóbb, hogy nem egy városban találkoztam olyan nyugdíjasokkal, akik még ennél is kevesebbet keresnek egy hónapban. Hát igazságos ez? Nem igazságos.
elfogadhatatlan, hogy egy minimálbérre bejelentett dolgozó évtizedek kemény gürcölése után ne kapjon legalább havi 50 ezer forintot. Mindeközben az állami vezetők több milliós fizetéssel a zsebükben azt hazudják nekünk, hogy meg lehet élni 47 ezer forintból is. Azt mondom, ebből elég. Ne nézzenek tovább hülyének bennünket. Hölgyeim és uraim, én Szegedről jövök, egy olyan városban vagyok régóta, 15 éve polgármester, melyre büszke mondhatjuk, első között kaptuk meg az idősbarát önkormányzat címet. Igyekszünk tartalmas élethez segíteni a nyugdíjasokat. Nálunk 72 nyugdíjas klubban közel 12 ezer szépkorú tapasztalja, hogy az egymásra figyelés az érték. Szeretném megmutatni, elérni országosan is, hogy nem az számít, hogy kinek mennyie van, hanem az, hogy minél többen úgy érezzék, nem hagyta cserben őket az országuk, figyelnek és számítanak rájuk. Hogy mindenki számít, szegény és gazdag, fiatal, aki meg fogja, még építeni fogja az országot, és idősebb, aki már felépítette ezt az országot. Az a célunk, hogy felszámoljuk az igazságtalanságot, és végre a társadalom minden tagja megkapja az őt megillető megbecsülést. Biztonságot szeretnénk teremteni, olyan országot, ahol senkinek nem kell nélkülöznie, aki egy egész életet végig dolgozott. Ígérem, hogy olyan programot dolgozunk ki, mely felszámolja a reménytelenséget és az igazságtalanságot. Ígérem, hogy olyan politikát folytatunk majd, ahol senkinek nem kell félni a holnaptól. 2010 óta a nyugdíjak még az infláció alakulását se követték le, az időseknek adott pénz évről évre kevesebbet ér. Nemhogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat, hanem elvettek még egyet. Mi vissza fogjuk adni a 13. havi nyugdíjat. Hölgyeim és uraim, győzelmünk után visszatérünk a svájci indexálás alapján számított nyugdíjakhoz, hogy a nyugdíjak megőrizzék értéküket. Ha a mi számításunk szerint kapták volna a nyugdíjat az idősek, akkor az idei emelés duplája lett volna, mint ami történt. Az öregségi nyugdíj minimumot duplájára emeljük, a 100 ezer forint alatti nyugdíjak esetében érdemi korrekciót hajtunk végre. Bevezetjük a megélhetési minimumot, hogy aki átdolgozta életét, annak idős korára se kelljen nélkülöznie. Hölgyeim és uraim, kialakítjuk a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét. A 62. életév elérését követően lehetőség lesz az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételére. De lehetőséget teremtünk ahhoz is, hogy aki tovább szeretne dolgozni, tisztességes és korrekt körülmények között tehesse azt. A nyugdíjasok és az idősebb generáció munkájára és tapasztalatára továbbra is nagy szükségünk van, pazarlás lenne nem élni vele. Akik a munkás évek után a megérdemelt pihenés mellett még szívesen dolgoznának, egyszerűbb, kedvezőbb feltételek között tehetik majd meg. A kormány ráadásul a jövő nyugdíjasait is kisemmizte. 3000 milliárd forintot rabolt el az Orbán kormány, és hát látjuk, hogy az a kevés kitartó ember, aki mégis kitartotta a magánnyugdíj pénztárok mellett, most rekordhozamot és több millió forintos megtakarítást könyvelhet el öregkorára. Mi újra támogatni és ösztönözni fogjuk a magánnyugdíj pénztárakat, és nem hagyjuk, hogy még egyszer kirabolják az embereket. Akik az elmúlt 7 évben vesztesei voltak, nagyon sokan vannak ilyenek, az Orbán kormány nyugdíjpolitikájának kárpótolva lesznek. Újjászervezzük az országos idősügyi tanácsot, hogy az időseket ne lehessen megkerülni a róluk szóló döntésekben, és közösen hozzuk létre, valósítjuk meg az új idősügyi stratégiát. Megvédjük azokat, akik fizikai állapotuk miatt nem tudnak dolgozni. Egyszer és mindenkorra véget vetünk az olyan orvosi felülvizsgálatoknak, amikor megalázó és embertelen módon bánnak eleve kiszolgáltatott emberekkel. Nem tűrhetjük, hogy politikai nyomásra megsértsék az idős, beteg és mozgáskorlátozott emberek méltóságát.
Olyan rokkannyugdíjat biztosítunk, mely biztonságot nyújt majd minden érintettnek. A volt fegyveres testületi tagok ellátását terhelő, felháborítan igazságtalan adóztatást azonnal meg fogjuk szüntetni. Rendbe rakjuk az egészségügyet, hogy ne kelljen fél napokat a kórházi várótermekben ülni, és senkinek ne kelljen hónapokat és éveket várnia a szükséges műtétekre. De az is biztos, hölgyeim és uraim, hogy a gyógyszer támogatási rendszert is alapoktól kezdve kell újjáépítenünk. Minél több gyógyszert ír fel a jövőben az orvos a betegnek, annál nagyobb támogatást kell kapnia a gyógyszerére. Mert persze szép dolog a könyör adományként nyújtott Erzsébet utalvány is, de lássuk be, az igazi teher a többségnek az, hogy legfontosabb gyógyszerét egyáltalán ki tudja váltani. Mérsékelnünk kell az idős korosztály terheit, ezért a jövőben jelentősen növeljük a nyugdíjasok gyógyszertámogatását. Ez a minimum, ez az, amiből nem engedünk, mert így igazságos. Hölgyeim és uraim, igazságot kell végre tennünk, nem hagyhatjuk, hogy a politika feléje a jövőnket. Feléje gyermekeink és unokáink jövőjét. A reménytelenség és kilátástalanság miatt soha ennyi ember nem hagyt el az országot. A nagyszülők és szülők ma azért tanulják meg a számítógépet használni, azért regisztrálnak a Facebookra, hogy gyerekeikkel és unokáikkal tartani tudják a kapcsolatot. Méltó időskort fogunk biztosítani mindenkinek, és gondoskodni fogunk arról is, hogy gyermekeinket és unokáinkat ne csak ünnepnapokon láthassák, amikor külföldről évente egyszer-egyszer hazatérnek. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy meghallgattak, számítunk önökre, számíthatnak ránk a jövőbe, a nyugdíjas parlament munkájához pedig nagyon jó, sok sikert kívánok. Köszönöm. Köszönjük.